Ez a ház 1821-ben épült. Itt, ebben a szobában született Tamási Áron, Kossuth Díjas írós akadémikus, 1897. szeptember 19-én. Ők 11-en születtek a családba, ott a bölcső a fal mellett, melyben 11-en ringottak, és az író, hogy író lett, az egy véletlen baleset következtében történt. Karácsony előestéjén 9 évesen játszott a pisztolya, és előtte a bal hüvelykujját. Volt neki egy nagybátyja Gyulafehérváron, a püspökségön, ugyan Tamási Áronnak hívták, nagy prépos, az édesapja megírta neki, mi történt, és az azt írta vissza, akkor a gyereknek tanulni kell, mert mezőgazdasági munkára nem alkalmas. Onnan kiment az első világháborúba, az olasz frontra. A fronton 5 hónap elteltével másodmagával elfogtak az ellenségből 11 személyt. Bántódása nem esett senkinek, annak a tiszteletére mind a ketten kaptak kitüntetést és 15 nap eltávozást. Volt neki Amerikában egy nagybátyja, az édesanyjának az édestestvére, de ő mielőtt elment volna Amerikába, 1923-ban Kolozsváron jegybe lépett egy lánya, és ugyanabban az évben kiment Amerikába. Ott írta a legelső könyvet, a címe a Lélek indulás, ő négyszer nősült, az első feleségével élt 6 évet, az volt színésznő, a második feleségével élt 18 évet, az volt festő és fényképész, a harmadik feleségével élt 15 évet, az volt tanárnő, és a negyedik feleségével élt 5 hónapot, az volt irodalomtörténész, 3 feleségétől elvált, a negyedik özvegyen maradt, és a gyerekük nem született. Ő írt 48 könyvet, 12 színdarabot, 4 bábjátékot, novellát olyan 300 körülít. Tamási Áron képviseli nem csak a székely írónak azt az archetípusát, amelyet az irodalom történet már a két világháború között óta, ugye gondoljunk itt elsősorban Ligeti Ernőnek a nagy könyvére, aki ezt a tipizálást, hogy székely írók vagy székely alkotók megteremtette, ezt a fogalmat is az irodalomtörténetben, hanem azt a fajta művészi látásmódot is képviseli Tamási Áron, amely nem pusztán realista, nem pusztán dokumentarista, hanem már a fantasztikum, a csoda, a liturgia, a misztérium játékok eszköztárát is alkalmazza a saját forma nyelvének kidolgozásakor, és így módon Tamási Áron életműve, mint drámaköltő, hiszen ő számomra egy kicsit költő is. Tamási Áron életművének szerves része az a nagyon különleges nyelvezet, amelyet a drámáiban is, és a regényeiben is, és a novelláiban is kidolgozott. Tamási Áron a szocializmusnak az idején hosszú ideig, sok éven keresztül olyan szerző sorába tartozott, akiknek nem engedték megjelenni, vagy ha megjelenhetett, akkor meghúzva Kurtit jelenhetett meg műve, és Sütő András volt az, aki a novellisztikáját is, tehát Tamási Áron novelláit is, aztán ami hosszú időn keresztül a Szülőföldem című életregény vagy úti rajz, mind a kettő, azt is ő, mármint Sütő segítette, hogy újra megjelenhessen. Nem csak egy népnek, nem csak egy kisebbségi létezési technikának a mikéntjét mutatja be, vagy a miben létét feszegeti, hanem az emberi létezés teljességének a mikéntjét, tehát azok a figurák, amelyek a drámáiban kibontakoznak és elkezdenek mozogni, vagy a regényekben, ott tulajdonképpen a legmélyebb bölcseletet érjük tetten. És ezt a legmélyebb bölcseletet egyébként nagyon nehéz a színpadon
láthatóvá tenni. Ez egy rendezőnek vagy egy színháznak mindig egy óriási feladat. És valóban olvasóként is, hát erre is érzékenynek kell lenni. Ágnes néni portáján vagyunk. Tamási Áron testvére lakott itt hosszú-hosszú időben özvegységben, és Tamás ide szeretett jönni, mert Ágnes egyedül volt, és akkor az egyik szoba az Ároné volt, ahol aztán érkeztek a szomszédok, cimborák, és régi történetek elevenedtek. Tamás ezeket hallgatta, olykor egy-egy pohár pálinkát is elfogyasztottak, és hát akkor azok boldog napok voltak, nem csak a család, hanem a falu életében, hogy Áron hazajött. Farkaslakán ez a porta is Tamás Áron emléket őriz, mivel a felnőtt író ide járt haza. És olyankor a szülőház zsúfolt volt, ott lakott a testvére, családostól édesanyja, Ágnes húgának pedig nem volt gyermeke. Tehát amikor ő Farkaslakára hazalátogatott, ide jött erre a portára, Ágnes húgához. Itt beszélgetett szomszédokkal, itt írogatott, sokszor egy-egy hónapra jött haza, tehát hogy hosszas időt töltött ezen a portán, és sikerült megmenteni ezt az omladozó épületet, és megőrizni az ízét. A butorzat eredeti, amit Tamás Áron is valamikor használt, ajtóablak, mennyezet és az egyik szobapadlója is eredeti. A portán pedig megvolt a fotó a régi csűrről, és annak a képére egy új kultúrcsűrt építettünk. A szülőház az inkább múzeum, itt pedig az élő kultúra költözik ebbe, erre a portára. Kint van eltemetve a templom háta megett, a főút mellett, Szervácius Jenő bácsi és a fia Tibor. Szobrászművészek készítették az emlékművet, van ott egy faragott kópiafa is. Lehet azt mondani, hogy egy Csíksomlyó után az egyik legnagyobb zarándokhely a Tamás Áron sírkertje. De Tamás Áron nem csak két serefa és egy síremlék.